így gurult be a Somosi vasútállomásra a Budapestről érkező Krepuska Emlék Express. A vonatot és utasaikat magyar, valamint a falu hazatérését ünneplő zászlókkal és molinóval fogadták a helyiek. A Vasutaz Velünk Egyesület szervezésében az Ipolyerdő partnerségével megvalósult emlékút egyben nyitó eseménye is volt a Hazatérés 100 rendezvénysorozatnak, amellyel azt ünnepli Somoskőújfalu, hogy Somoskővel együtt 1924. február 15-én visszatért Magyarországhoz a trianoni elcsatolás után, köszönhetően dr. Krepuska Géza fülgyógyász professzor és Liptai Jenő acélgyári igazgató lobby tevékenységének. A vonattal érkezők közel 300 utast egy mini rendezvénnyel is köszöntötték a vasútállomáson, elsőként a Somosi Kultúráért Egyesület elnöke üdvözölte őket. Dobrý deň! Több mint 100 évvel ezelőtt a somosiaknak így kellett volna üdvözölnie a településünkre érkezőket. Akkor sem tették így, így most sem tesszük ezt. Úgyhogy jó napot kívánok mindenkinek! Jó napot! Ezután Becsó Zsolt országgyűlési képviselő mondott köszöntőt. Felemelő pillanat ez, azt gondolom, mindannyiunk életében, az önök életében is, akik messzeből érkeztek, de a somoskői falok életében is, mert talán 100 évvel ezelőtt élhettek hasonló pillanatokat át az emberek, amikor 1924. február 15-én szintén megérkezett a vonat Salgótarján irányából is megkezdődött az akkori ünnepség. A Krepuska Emlék Express programjai ezt követően Somoskőn folytatódtak. Feleségem kollégája volt, 15 évig együtt dolgoztak. Dr. Krepuska Géza 26. unokája, Krepuska István földmérő. Ezáltal ismertem meg Dr. Krepuska Gézának az életművét, illetve az itt történteket már évtizedekkel ezelőtt, és most a centenárium kapcsán jött az ötlet, hogy ide mindenképpen el kell jönni egy ilyen vonattal. 270-en utazunk a vonattal, és minden utunknak az a lényege, hogy tulajdonképpen az utazás is élmény. Tehát nem olyan, mint az autó, meg az autóbusz, hogy az ember túl akar lenni a célhoz jutásnak a dolgain, hanem magán a vonaton is belakjuk. És a vonaton is tanulunk, előadások vannak a vonaton, be van rendezve a vonat, mint egy kiállítás. Ez a vonat is úgy van megcsinálva, hogy van a híres krepuskákról egy vagon, van egy vagon a fülgyógyászatról, van egy vagon a 19. század, 20. század eleje, kvázi a Trianon hatása a magyar iparra, van egy olyan vagon, ami Trianon hatása a magyar mezőgazdaságra. És ehhez kapcsolódóan vannak előadások, volt már Pándi Tamásnak előadása Dr. Krepuska Gézáról és a hazatérésről. Hazaúton lesz egy előadás, Kristan László fog előadni Salgótarján a 20.000-es falu címmel, ez az iparra gyakorolt hatás, illetve Dr. Balogh Róbert pedig a Trianon és az erdészet című előadása lesz, és így tulajdonképpen nagyon-nagyon hangulatos is. Kellemes így utazni, hogyha az előadásokat hallgat közben az ember. Hódmezővásárhelytől Balatonfüred mindenfelől jöttek. Valaki már tegnap elindult, hogy ide eljöhessen. De nagyon nagy élmény volt az a somoskő újfalui fogadtatás, az Erdélyre emlékeztetett engem. Ott van ilyen, hogy magyar ember magyar embernek ennyire örül. Ez valami csodálatos. A kiránduló központnál kulturális produkciók és köszöntők is várták az emlékezőket. Máig a korábban meghúzott demarkációs vonal lenne a végleges határ, ha nem jön közben egy jól cízott beadvány a kőbányák ügyében és egy angol tiszt fülgyulladása. De közbe jött, így a bizottság megfontolta a határ más értelmezését és módosította azt. A mai határszakasz kialakulásában dr. Krepuska Géza mellett a Rimamurányi Vasfű Részvénytársaság vezetői is lobby tevékenységet folytattak. A teljes visszakapott terület hozzávetőlegesen 1900 hektár, 1924. február 15-én két falu mintegy 2400 lakosával hazatért. Ezen a térségen belül mi évente egy február 15 körül ünnepelünk, és hát egy 4 éves vendégséget ünnepelünk, ami nem egy önként vállalt vendégség volt. Két településünk, ugye Somoskő és Somoskő Újfalu, 4 évig a Csehszlovák Köztársaság vendége volt. Természetesen nem önszántából, hanem a dicsőséges Antant hatalmak és trianoni döntés kapcsán.
És milyen boldogok vagyunk, hogy csak 4 év. És ez a 4 év, ez is sok volt, de meg nagyon szintén, mikor mondják, hogy hazatérés napja, egy kicsit így vagyok vele, hogy mi hazatérés napja, hiszen senki sehova nem mozdult el, se a lakosság, se az épületek, semmi. Lehet, hogy inkább a jóvátétel napja. Vagy nem tudom, hát az igazság napjára még talán várnunk kell egy kicsit. A folytatásban többek között a szomszédokból ismert Ivancsics Ilona színművész mondott verset, majd Vince Lilla énekes fakadt arra. Nem is figyelt, ha olvasod talán. Mindeközben meggyújtották a palóc öltözet is, amivel a hazatérési centenáriumra emlékeztek. Az eseményt a Nógrád Táncegyüttes műsora zárta.